Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportágaktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Nem volt még ennyire egyoldalú meccs a magyar bajnok Szekszárd AC és az osztrák Forsberg Linz között a közép-európai szuperligában, mint az idei sorozat negyed döntőjének első mérkőzésén, amikor ismét összehozta a sorsolás a két csapatot. Az összmérleg a két klub versengésében szekszárdi szempontból jelentősen javult. Nem várt nagy különbséggel 6-1-re nyerte hazai környezetben az első mérkőzést a Madarász Bilenko Bálint Bernadett össze. Tételű szekszárdi csapat. Tekintettel arra, hogy a Linz Forsberg második számú csapatában is szerepelt, egy a világranglistán 50 körüli helyezési számmal bíró fiatal kínai, bizonyos Wu Yu, és a nemzetközi szinten teljesítőképes fehér orosz játékos Baltus Hájtja is asztalhoz állt Szekszárdon, papíron szoros meccs várt a szekszárdi AC-re a negyed döntőben. Annál is inkább, mert a szekszárdiak litván játékosa Pascuájtje betegség miatt nem állhatott az első meccsen Szekszárdon a szakvezetés rendelkezésére. A papírforma alaposan borult, a Madarász Bilenko Bálint Bernadett szekszárdi trió mindössze másfél óra leforgás alatt stílszerűen szólva lemosta az asztalról a Forsberget. A fiatal, de sokat rontó, a tenisz nyelvén szólva sok ki nem kényszerített hibát vétő osztrák-kínai Wu Yu csupán egy meccset tudott nyerni, azt is a szekszárd harmadik számú játékosa Bálint Bernadett ellen. 6-1 lett a vége. A sima vereség nem lepte meg a Forsberg magyar edzőjét, egykori éljátékosunkat, Harci Zsoltot, aki úgy nyilatkozott a meccs után, hogy ezzel a fiatal csapattal, ez ellen a Szekszárd ellen nem is táplálta a győzelmi reményeket. Az elmúlt időszakban a Forsberg-Szekszárd meccsek azok igen érdekesek voltak, azonban szerencsére eddig mindig mi kerültünk ki győztesen, azonban az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a második csapatunk. Ugye a fiatal kínai játékosunk az végül is a Berni ellen viszonylag magabiztosra 3-0-ra nyert. Ellen nem volt labdabiztos. Az első mérkőzés az nekem egy kicsit csalódás volt, a Bilenko ellen nagyon sima vereséget szenvedett. Én azt gondoltam, hogy azért az egy élesebb, harcosabb meccs lesz. Mindazonáltal a fiatalok hajtanak, próbálnak bekerülni az első csapatba, de hát ehhez azért lényegesen több kell, hogy bekerülhessenek. Mindenképpen, hisz az a csapat folyamatosan a legrangosabb kupában, a bajnokok ligájában szerepel. A szekszári edzőpáros megpillantva a már melegítő osztrák csapat összetételét némiképpen azért jó előre megnyugodott. A kínai lánynak a játéka egy kicsit gyengébb volt, mint amire mi vártunk. Tulajdonképpen a Zsolt mondta, hogy sokat utazott, a Pro Tour után hazament, illetve visszajött, tehát több időt töltött a levegőben, mint mióta a szárazföldre ért. Őt úgy éreztem, hogy egy kicsit gyengében játszik, bármilyennek örülünk, hogy a Bilenko simán megverte. A többi lány pedig tudjuk, hogy fiatal, tehetségesek. A Linznek ugye ez az erőség, hogy Európából összeválogatják a fiatal tehetségeket, és ott megpróbálják kinevelni őket. Így van, körülbelül erre számítottunk. Az ukrán klasszikus védőjátékával kizökkentette a támadó ellenfeleit. Örülök, hogy javul a formám, úgy érzem, hogy nagyon erős és végig az utolsó poénért küzdő fiatal játékosokat sikerült legyőznem, és ezzel a győzelemmel kedvező helyzetet tudtunk teremteni a visszavágóra, mondta a mérkőzés után Tatjana Bilenko, a szekszárdúj légiósa. Madarász és Bálint Bernadett a párost is megnyerte mindjárt a mérkőzés kezdéseként. Mivel a linci visszavágó formalitásnak tűnik, lehet már előre gondolni egy picit, mégpedig a közép-európai szuperliga elődöntőjére, ahol akár a cseh Hodonin vagy a lengyel Wroclaw ellen már biztosan még jobb teljesítmény, és persze Pascalje játéka is szükségeltetik a szekszárdi AC-nél. A bonyhádi téli labdarúgó teremtornák sorában éppen az utolsó előtti kocsmáros kupa következett, mely a megyei első osztály alatti bajnokságokban szereplőket, az igazi amatőröket szólítja meg, Bonyhád tágabb vonzás körzetében. A kocsmárosok által szponzorált, az ő vendéglőjükről elnevezett csapatok idei hagyományos tornáján újfent a Kakasdiak csapata emelkedett ki a mezőnyből, amit győzelemre is váltottak.
A meglehetősen széles spektrumú bonyhádi téli teremfoci kínálat soron következő rendezvénye a Kocsmáros Kupa volt. Félreértés ne essék, nem a vendéglátósok tornájáról van szó, ők már mint ezt a szakmát űzők, csak a névadók, ha úgy tetszik, szponzorok, és foci szeretetüknek hódolva, kedvenc bonyhádi, illetve környékbeli focistákat felkérve végül is van beleszólásuk a csapatok összeállításába. A vágyaknak azért gátat szab a versenyszerűen futballozókat erősen korlátozó szabály a bonyhádi Kocsmáros Kupán. Az, hogy valamilyen MB-s osztályban szereplő focista egyáltalán nem léphet pályára, és a megyei első osztályban szereplő is mindössze kettő. E vonal alatt korlátlan a lehetőség, és ösztönzi a szabály a kocsmárosokat arra is, hogy a teremben is ügyes ifistákat állítsanak ezúttal a csapatba, és ne az ismert felnőtt játékosokat. Valóban a mai torna 16. Kocsmáros Kupa az arról szólt, hogy ugyan a profi játékosok is csökkentett létszámon ugyan, de pályára léphettek, de a lényeg az volt, hogy az amatőr focistáknak is megadjuk a lehetőséget arra, hogy pályára lépjenek itt a bonyhádi sportcsarnokban. Kocsmások között is egy rivalizálás alakul ki, hogy az ő csapata jobb helyen végezzen, mint esetleg a konkurensé. 12 csapat nevezett, így délelőtt a selejtező jegyében telt el a 4-3-as csoportba sorolt csapatok között a küzdelem. A csoport elsőket és másodikokat is a délután folyamán újabb 2-4-es csoportba sorolták ezúttal, és az első 2 helyen végzők készülhettek a fináléra lábukban már legalább 5 2x12 perces meccsel. A bronz meccset az izményi Robi Bár és a bonyhádi Tito Bár játszotta. A résztvevő csapattagok hovatartozását illetően nevezhetjük a találkozót egy bonyhádi fi izmény vegyesnek is. Abszolút kiegyenlített összecsapás volt végig, a pirosak és a zöldek meccse, és az döntött, hogy a gyors kontrákban a zöldek, a Robi Bár képviseletében futballozó izmények jobbak voltak. Íme a harmadik góljuk. Igaz, a titósoknak is volt még egy durranó patronjuk gólban megtestesülve a vége felé, de az már csak a szépítéshez, a 3-2-es vereséghez volt elég. Az izmények nem kis sikerként értékelték a harmadik helyet. A csapatunk már körülbelül 15 éve mag együtt játszik, ugye nagy része izményi játékosok, és voltak ismerettségeink, ezáltal beszerveztünk több környékbeli játékost, és nagyjából azt tudom mondani, hogy szerintem egy 5-6 éve, 7-8 éve egy állandó keretet tudunk megjelenni a tornákon, ugye szerencsére most kijön mostanában a lépés, és oda tudunk érni a dobogó közelébe mindig, vagyis tovább jutunk nagyjából mindig a csoportból. Nagyjából elértük a céljainkat, szerettünk volna a döntőbe jutni, de ez a harmadik hely szerintem egy nagyon szép eredmény. A csapat nagy része ugye össze-vissza játszik, máshol nagy pályán nem játszunk együtt, ugye csak egy páran játszunk egy csapatba. De amúgy hát ez egy megfelelő alapozásnak szerintem megfelel, ugye sok futással, ugye. Ez jó, ez a teremtorna. A fináléban öltözetében fekete seregnek is nevezhető alakulat, a kakasdi dominanciájú csapat nem hagyott kétséget afelől, hogy a téglás presszót ezen a Kocsmáros Kupán is csúcsra juttatják. A kakast kettőként is apostrofálható társulathoz képest bágyat, a döntőre elfogyott csapat benyomását keltették a zöldek, amelyből a nevekből nem volt hiány. Ha már a nevek, ezen belül a csatárok, góllövők. Nos, a 2019-es Kocsmáros Kupa mindenképpen a téglás presszót képviselő kakasdi Simon József döntőbeli alakításáról lesz részben emlékezetes. Közeli zicsergól, átemeléses gól, kapáslövéses bombagól egyaránt volt a tarsolyában a torna győzelemért zajló meccsen, amivel alig ha kedveskedett a kedves presszó csapatának, akik majosiakból álltak. Akik azért a becsület gólt összehozták valahogy, így 4-1-es győzelemmel zárult a 2019-es bonyhádi rendezésű Kocsmáros Kupa. Kíváncsiak lettünk volna a győztesek véleményére is, különösen a gólember Simon Józsefére, de szokatlan módon a srácok, reméljük, túlzott szerénységből és nem éppen az ellenkezőjéből udvariasan elutasították kameránk és mikrofonunk közeledését az eredményhirdetés után.
Az eredményesség, a létszám, az infrastruktúrális háttér alapján már a közepes klubok kategóriájában jegyzik a Magyar Kajakkenu Szövetségben a Szekszárdi Kajakkenu Klubot, mely egyre szélesebb bázissal rendelkezik. A vezetés úgy látja, a közép- és hosszú távú eredményesség alapja ennek megtartása és a lehetőségek szerint tovább növelése. Ennek jegyében már jövőre újabb nagyreményű tehetségek bukkanhatnak fel a palánki síóbázison. Nem a véletlen műve volt, hogy a Szekszárdi Kajakkenu Klub nagyszabású évelei díjkiosztóján nem a szakosztály ismert, az elmúlt évek világversenyein jó szereplő, a médiumok által bemutatott maratonisták kerültek reflektorfénybe. A közép- és hosszú távú építkezés abszolút prioritás a klubnál, ez lehet egy későbbi tartó sikerkorszak pillére. És ebben a szakosztály növekedésében az is fontos, hogy a kezdőkre, nevezzük jeddiknek, MK-soknak, bárhogyan őket, nagyon odafigyeljenek és díjazzák azokat a csöpségeket is, akik a szeptemberi megérkezésük óta több mint százszor voltak a bázison, szüleik jóvoltából, edzésen. Piciknek kell a visszaigazolás, nekik kell az, hogy valóban jól teljesítenek-e, jól járnak-e, megfelelő a munkavégzésük, vagy nem. És hát ezt próbáljuk egy kicsit ilyenkor erősíteni a szülőkben is, hogy hajrá minél többet jönni, és egy kicsit nekik is megmutatni mindig a klub működését, hogy miből áll az össze, kik azok, akik segítenek, és hogy milyen széleskörű bázis az, milyen széleskörű bázis kell mozgatni ahhoz, hogy egy ilyen klub működjön. A csupán 9 éve létező Szekszárdi Kajakkenu Klub túl azon, hogy legtehetségesebb ifjei között, Bodnár Balástól elindulva Horváth Ádámon, Korsos Zsófián át egészen Nagy Viktóriáig, győzni tudtak a világversenyek elsősorban páros számaiban, de Nagy Viktória egyéniben is többször dobogós volt. Nos, emellett az ad okot az örömre, hogy mára már közepes méretűvé nőtt a nem is olyan régen még kis klub, 80 versenyzővel rendelkeznek, élve a biztos szponzori háttér adta lehetőségekkel. Nyilván afelé megyünk, hogy igazán nagy közepesek legyünk, vagy súroljuk a nagy határát, aztán meglátjuk, hogy meddig jutunk, hiszen most az infrastruktúra fejlesztésekkel, ha minden jól megy, akkor a következő év végére, vagy következő év elejére már úgy állhatunk, hogy akár nagy szakosztály is lehetnénk, de hát azért még humán erőforrásban és egyéb anyagi forrásokban azért még a működéshez nagyon sokat kell hozzátegyünk. A tények beszédesek, a világvezető kajakkenu országában, Magyarországon másfél száz klub versengésében az eredményességi ponttáblázat alapján 24. a Szekszárdi Kajakkenu Klub 2019-ben. Úgy, hogy U23-as és felnőtt versenyzővel még alig rendelkeznek. Ezzel a központi támogatás tortájából is, túl az erkölcsi sikeren, nagyobb szeletet tudnak minden évben kihasítani. Egy visszajelzés, hogy körülbelül hol állunk egyébként a klubok között, mennyire erős a bázisunk, tehát természetesen nem egy-egy kiemelkedő versenyző hozza ezeket a pontokat, hanem a bázis hozza ezeket a pontokat. Hát 168 tagegyesülete van a Magyar Kajakkenu Szövetségnek, és olyan 98 és 100 között szereznek bajnoki pontot egyáltalán, tehát nem annyira könnyű bajnoki pontot szerezni, és ebből vagyunk mi most a 24-ek. Itt még mindig nincs kenunk, és most érünk el oda, hogy lesz egy-egy felnőtt sportolónk, és talán azok a hézagok is, amik az elején voltak korosztályokban, azok is most az alsóbb korosztályokban kitöltöttnek látszanak, úgyhogy a későbbiekben én bízom benne, hogy ismét beérünk 20 közé, vagy akár a 10 közelébe is. A klub szakmai munkáját irányító és vezető Jámbor házaspár, Amondó, az eddigi sikeremberek számára is próbatétel lesz a következő év, már az ide is az volt, amikor kinőve az ifi korból, közelítve az U23-ashoz és a felnőtthöz, korcsoportokat váltva, újabb nehézségek és konkurencia harc közepette újra kell magukat építeni. Minden előről kezdődik az élsportolóvá válás szempontjából. Nem bocsátkozunk jóslásokba, de a serdülőknél és az ifiknél szinte bizonyos, hogy a következő évben új sikeremberek is jelentkeznek a Szekszárdi Kajakkenu Klubnál. Magyar, szerb és horvát gárdák részvételével zajlott Mohácson a második Busó Kupa. Olyan neves hazai utánpótlás nevelő együttesek fogadták el a meghívást, mint a Ferencváros és a Videoton. A mohácsi teremlabdarúgó torna a szakma szerint is az egyik legrangosabb megmérettetés a régióban.
Az U10-es és U11-es korosztály számára kiírt nemzetközi teremlabdarúgó torna a Busó Kupa második napján az idősebbek játszottak. A győztes az eszéki NK Osziek csapata lett, miután a döntőben legyőzte a Ferencváros gárdáját. A PMFC a harmadik, míg a Mohács a hatodik helyet szerezte meg. A legjobb hazai játékosnak Topalov Ádámot választották. Körülbelül 4-5 éve focizom, és hát azért, mert nagyon jó, és jókat lehet játszani, meg jól lefáraszt. A második Mohácsi Busókupán igen komoly mezőn gyűlt össze. Itthonról a PMFC mellett nevezett például a Fradi és a Videoton is, de Horvátországból és Szerbiából is érkeztek csapatok. Eszékről az NK Osziek mellett a Krupán és Babics Akadémia is eljött. A házigazdák nem vallottak szégyent. Itt Mohácson a legfontosabb nekünk az utánpótlás nevelés. Próbáljuk a felnőtt csapatot is olyan helyre tenni, ami Mohácshoz méltó, de mindenféleképpen azt szeretnék megoldani, hogy minél több mohácsi játékos tudjon majd játszani a felnőtt csapatba, és minél több mohácsi játékos tudjunk adni akár NB1-be, vagy akár nemzetközi szintre is. És tavaly pattant ki az ötlet a fejemből, hogy a környezeti adottságokat kihasználva próbáljunk egy olyan tornát összehozni, ahol vannak horvátok, szerbek és a magyar utánpótlás központoknak a legjobb nevelő egyesületeit összehozni egy tornán. És szerencsére sikerült is, és én úgy gondolom, hogy akik kilátogattak ide hozzánk, azok láthatták, hogy tényleg színvonalas volt ez a torna. A mohácsi csapat ahhoz képest kitűnően szerepelt, ugye, hogy nem mi voltunk a torna esélyesei, hiszen nagy klubok ellen tudtunk játszani, és ez igazából arra jó nekünk, hogy lássuk azt, hogy mekkora távolság van köztük és köztünk, de nagyon jó volt az, hogy kétszer nyerni tudtunk, és igazából nem volt egyetlen olyan csapat se, aki nagyon megvert volna minket, úgyhogy nagyon-nagyon meg vagyok elégedve a mohácsi csapattal. A PMFC-sek is elégedettek voltak a harmadik helyjel, hiszen neves ellenfeleket, mint például a Videotont sikerült legyőzniük. Nagy részletek már ovis koruk óta fociznak, de mindig vannak azért új srácok, akik bekerülnek a csapatba. Nagyjából 5-6 éve már azért együtt van ez a csapat, de a héten nagyon sok beteg volt a csapatunkban, akik miatt azért nem tudtak eljönni. Mi bajnokságban még nem indulunk, a Bozsik tornákon veszünk részt, ahol mindig a régiós A-típusú Bozsik tornán, ahol azért mindig a Videoton Győr Puskás csapataival játszunk, nagyon jó mérkőzéseket. Én úgy gondolom, hogy szép jövő előtt állnak a fiúk ebben a korosztályban. A szombati napon a kisebbek mérték össze erejüket, ott a Videoton gárdája a döntőben legyőzte a Krupán és Babics Akadémia csapatát. A második Busókupa után egyébként mindenki győztesen hagyta el a pályát. A grundbirkózó országos elődöntőre Baranya és Zala megyéből érkeztek a csapatok. Az alsó tagozatosok egyik fontos diákolimpiai sportága ez, ami magyar találmány. Ráadásul az olimpiai bajnok Növényi Norbert is grundbirkózóként kezdte pályafutását. A grundbirkózás szabályai rendkívül egyszerűek. Küzdőtere egy 3-6 méteres átmérőjű kör, mely bárhol felrajzolható. A mérkőzés idő életkoronként változik, de általában 2 perc. Tiszta győzelem az, amikor a sportoló ellenfelét megemeli és 3 másodpercig a levegőben tartja, vagy ha sikerül kitolnia a körből. Pontozásos győzelem pedig az, mely a mérkőzés idő alatt megszerzett több pontból ered. Jól sikerült, én egyből kinyomtam azt a lányt, akivel én voltam, én örülök ennek. Én szerintem, hát nagyon reménykedek, hogy bejutunk az országosra. Én azt szeretem, hogy ettől erősödünk is a csapatba, csapatot együtt tartjuk, és így jó. Majd később szeretnél birkózni is, vagy elég neked a grundbirkózás? Később is szeretnék. Arra kell figyelni, hogy ne térdelj le, mert hogyha már kétszer ne térdeltél, akkor az ellenséget kap egy pontot. Arra is kell figyelni, hogyha emelni szeretnél, akkor a fejednek fönt kell lennie. Úgy lehet győzni, hogyha kitolod a körből a másikat, vagy 3 másodpercig felemeled, de az is lehetséges, hogyha felemelgeted, és akkor több pontot kapsz. Az országos elődöntőre a Magyar Birkózó Szövetség is delegált képviselőt. A magyar találmány az iskolai testnevelésben, valamint a diákolimpiákon alkalmazott mozgás- és versenyforma, ami a birkózás megismertetésén és megszerettetésén túl a sportági kiválasztást is szolgálja. 3 éve került vissza a grundbirkózása a Magyar Diáksport Szövetségnek a rendszerébe, iskola rendszerébe.
Mi nagyon fontosnak tartjuk, mint a Birkózó Szövetség is sokat lobbizott, hogy visszakerüljön. Úgy gondolom, hogy a csapatok létszáma, a nevező csapatok létszáma ezt bizonyítja, hogy a testnevelő tanárok is komolyan gondolják és fontosnak tartják. A mi részünkről a Birkózó Szövetségnek azért fontos, mert ez az alapja a birkózásnak, és nincs is jobb toborzási lehetőség, mint az iskolába egy ilyen grundbirkózás alatt betoborozni a gyerekeket a sportákba. Hát ez érdekes, a lányok ugye nem olyan rég kerültek be a birkózásba, mint versenyszám, most már 6 súlycsoportban olimpiai súlycsoportjuk van. Úgy gondolom, hogy a tavalyi évben megrendezett egyik legnagyobb birkózó világbajnokságunk után egyre többen kezdtek el birkózni, tehát az is egy nagy pluszt adott a sportágnak, és úgy gondoljuk, hogy ebbe a grundbirkózásba ki is fogjuk nyerni, szintén be tudjuk integrálni őket a rendszerünkbe. Az országos elődöntő rendezési jogát idén is Pécs nyerte el, ami rendkívül pozitív visszajelzés a verseny szervezőinek és a testnevelőknek. Nagy elismerést, tavaly is volt már itt egy országos elődöntő, és az is nagyon jól sikerült a grundbirkózásban, ebben az évben is felkérdezik minket. Vágyunk azt, hogy szeretnénk egy országos döntőt is rendezni. Nagyon izgalmas, érdekes, nagyon aranyosak ezek a kisgyerekek. Igen, Zömmiben ugyanazok az iskolák versenyeznek, akik a korábbi években is. Szigetvárról, Nagydobsza, Tilódi Lantos Sárvestén iskolája, Pellérd iskola és a házigazda Messzesi iskola. Zalából a Tófej. A fiúk és a lányok más-más napon versenyeztek. A megmérettetésre eljött olyan tanuló is, aki akár csak a nagy példakép, Növényi Norbert, grundbirkózóból vált birkózóvá. Hogy először elmentem egy kis edzésre, és gyakoroltam, és az edző egyszer elvitt versenyre, és megnyertem az első versenyemet, és onnantól kezdve kezdtem el a grundbirkózást. És amikor vége lett a grundbirkózásnak, akkor kezdtem el rendesen birkózni. És ott minél jobb lettem, és mentem országoson már, mentem nemzetközi, meg voltam máson is. Fiúknál az első korcsoportban a Messzesi Általános Iskola és a szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola csapata jutott az országos döntőre, míg a második korcsoportban a Nagydobszai Általános Iskola és a Tófei Kincskereső Általános Iskola csapata lesz ott az országos döntőn. Az eredményeink meg országos döntőkön ott vagyunk már 3 éve, de benne az érdekesség az, hogy egy nagyon pici iskolából, tehát 135 gyerek jár hozzám, és ővelük egy országos döntőn 3. lenni, ez egy nagyon nagy eredmény. Ez a sportág, ahol az én hátrányos helyzetű gyerekeimnek oltári sikerélménye van. Ezt ki kell használni. És ezzel foglalkozni kell ezekkel a gyerekeknek a testével, meg a lelkével. Ez nagyon fejlesztő sport, tudnám ajánlani mindenkinek. Sajnos itt 10 iskola van egy egész dél-dunántúli régióból, és sajnálom, hogy nem jönnek a lehetőséggel többen. Lányoknál az első korcsoport versenyét a Tófei Kincskereső Általános Iskola csapata nyerte, míg a második helyen a Pellérdi Általános Iskola grundbirkózói végeztek. A nagyobbaknál a szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola győzött, a Magyar Mecskei Általános Iskola pedig ezüstérmes lett. Ez a 4 csapat jutott tovább az országos döntőre a lánycsapatok közül. A 21. századi felszereltségű torna munkacsarnokban megrendezték a Diákolimpiai Bajnokság megyei fordulóját is. 2 nap alatt a megye A és B kategóriájú tornászai mutatták be gyakorlataikat. Látványos ugrások, kecses mozdulatok és stabil elemek. Az A kategóriájú tornászok kápráztatták el gyakorlataikkal a torna munkacsarnok közönségét. Igazából nekem úgy, ahogy a gerenda sikerült a legjobban, nem tudom, hogy csináltam, és nagyon kedvesek voltak a bírók is, mert tényleg nem volt tökéletes a gyakorlatom, és mégis ahhoz képest sok pontot adtak. Melyik a kedvenced egyébként? A talaj. És miért ezt szereted? Hát az, hogy a legjobban is nem lehet róla leesni. Ki szeretnék jutni az olimpiára, mint legalább szerintem minden lány, aki szertornázik. Elmondod nekem, hogy mit szoktatok egy edzésen csinálni? Hát mostanában haladó elemeket szoktunk, mert ugye arra készülünk, és minden szeren új elemeket tanulgatunk. Hát szerintem a talaj volt a legjobb, és igazából haladó elemeket kellett, meg akrobatikát ugye
ilyeneket. Melyik a kedvenced neked a három közül, és miért pont az? A talaj. És miért? Mert nem lehet leesni. Talaj, ugrás és a nagyobbaknak gerenda. A lányok ezekben a versenyszámokban indulnak a diákolimpián. A fiúk gyűrűgyakorlatot is bemutatnak. De hogy mi is a különbség az A és a B kategória között? Ez az A kategóriás, tehát ezek a versenyengedéllyel rendelkező versenyző gyerekek, a 6 éves kortól egészen a 14 éves korosztályig indulhattak A egyénibe, illetve B kategória 34. korcsoport egyéniben. Először is szabadon választott gyakorlatokat, a FIG szabályzata szerint már elemértékelés is van, de természetesen versenyzési lehetőség ez a legfontosabb. És köszönet a Diáksport, megyei Diáksport tanácsnak, mert ez nem kötelező jelleg, hogy megrendezzük, viszont lehetőséget biztosítottak, tehát a hátteret biztosítják, hogy ez meglegyen. Nagyon sokat fejlődtek, itt szinte látványos az egy év, amióta az új tornacsarnokba tudunk edzeni, úgyhogy nagyon ügyesednek, úgyhogy bízom benne, hogy még lesz sok utánpótlás, és meg ők is még sok sikert fognak elérni. 2018. februárjában nyílt meg Pécsett a Verseny utcában a 21. századi felszereltségű torna munkacsarnok. Most versenyhelyszínként is jól debütált a terem, hiszen már kétszer két napon át mérték össze tudásuk a tornászok a városi és a megyei diákolimpián. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!